A középiskolai szalagavató valószínűleg soha nem megy ki a divatból, már csak azért sem, mert jó néhány fontos életszakasznak a jelképe is. Jelképezi a középiskolai időszak végét, az éretté, azaz a felnőtté válás előszobáját. A lányokból hölgyek lesznek, a fiúkból ifjú urak, a szülők pedig nem is tudják, hogy mostantól jobban aggódjanak majd, vagy esetleg kevésbé. A pénteki rost is szalagavatót megelőző perceket is láthatóan az izgatottság uralta, mindenki készült a nagy pillanatra. Hónapok óta erről szól az életünk, hogy a gyerekek és mi is tanárok izgatottan várjuk és készülünk a szalagavatóra. Nem csak az, hogy ez egy mérföldkő az életükben, meg a miénkben is, hanem arról is szó van, hogy idén a rosti két évfordulót is ünnepel. Egyrészt a névadónk 1550 évvel hunyt el, másrészt pedig az iskolánk a nevét 30 évvel ezelőtt vette föl. Tehát ez nekünk triplán kiemelt esemény. És valóban kiemelt esemény a város életében Barkóczi Rosti Pál magyar földrajztudós, néprajztudós, fotográfus halálának évfordulója, amit szintén kiemelt Barta Endre alpolgármester, aki meghívottként szintén részt vett a szalagavaton. Itt körbenézünk, látjuk a mosolyt az arcokon, tehát ez mindenféleképpen egy ünnep. És hát ne felejtsük el, nagyon fontos, hogy a rosti szalagavatóján vagyunk, és idén városunk ünnepel, idén is ünnepel városunk. Azt lehet mondani, hogy minden évre jut egy nagyobb ünnep. Idén ugye a rosti 150-et fogjuk megünnepelni, talán azt lehet mondani, hogy egész évben. És azt gondolom, hogy ilyenkor egy plusz töltetet is kaphat ez a dolog, hiszen nyilvánvalóan majd a diákok és az iskola is kiveszik a részüket ebben az ünnepségsorozatban. És azt gondolom, ez az idei évfolyam egy kicsit szerencsés, hiszen egy olyan évbe csöppent bele, amikor a rosti mindig büszkeség rostisnak lenni, de azt gondolom, ez még nagyobb érzést fog most kelteni, még több dolgot fog nekik hozni. Én kívánok nekik nagyon sikeres évet, a mai napra pedig egy kis szórakozást, és legyen majd nagyon sikeres a negyedik évük. A szalagavató ünnepségen nehéz is volt eldönteni, hogy ki lehet a legbüszkébb a felnőtt kor küszöbére ért fiatalokra. Azokra a kislányokra, akik ezen a napon már királylányként, az egykori kisfiúk pedig királyfiként, vagy éppen úriemberként léptek színpadra, hogy keringőzzenek, vagy éppen vicces táncot mutassanak be. És hogy ki hogyan viszonyul az iskolájához? Nos, például így. Én nagyon szeretem ezt az iskolát, egy iszonyat nehéz iskolából jöttem, és abszolút nem volt összetartó a közösség, viszont itt megtanultam abszolút közösségben dolgozni és együttműködni, és hál' Istennek bármilyen problémával fordulhattam a tanáraimhoz, és az igazgató úrnak is külön köszönetet szeretnék mondani, hogy összetartotta az egész közösséget, összerántotta az egész iskolát, és mindenben számíthattunk rá, és nagyon együtt tudtunk működni a tanárokkal, szóval nagyon hálás vagyok azért, hogy ebbe az iskolába kerültem. Nos, ha bárkiben is élnének alaptalan sztereotípiák a mai fiatalok verbális képességeivel kapcsolatban, akkor amit és ahogy Liza elmondott elsőre, ugye látják, bízhatunk ebben a generációban. Dorinától pedig azt kérdeztük, hogy szerinte egy szalagavató előtti zűrzavarban vajon ki izgul leginkább, diák, tanár vagy a szülő? Szerintem minden szülőnek nagyon megható dolog látni, hogy a gyermek elért egy ilyen fontos mérföldkőhöz. Diák szemszögből is nagyon izgalmas, és főleg azért, mert rengeteg munkánk van, és a pedagógusok munkáját is mindenképp kiemelném, hiszen nélkülük ez nem valósulhat meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez elég összetett, és mindenki nagyon izgul. Hát valóban nagyon összetett kérdés. Mindenkinek megvan ebben a maga része, a maga feladata. A rosti és Dunaujváros valamennyi végzős középiskolásának kívánunk nagyon jó utat az életben.